annak a nagy klasszikus dolognak már vége, amikor még a heroin meg a kokain csempészték is ilyen 40-50-60-80 kilók jöttek be az országba. Nem azt mondom, hogy azt egyszerűbb volt lebuktatni. Relatíve könnyen akár nagy pénzeket is lehet szerezni, és ugye megint itt jön be a szakértői munka, hogy azért például az 5 gram, az az egy zacskó, az már nem kevésszer szempontjából meghaladja a különösebb jelentős mennyiségnek az alsó határát, aminek a büntetési tétele esetleg ott kezdődik, hogy 15. És akkor az ember belegondol, hogy a francegye meg egy ilyen zacskóért, hát akár, ha több is volt, még akár egy életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat valaki. Mégis kihez beszélsz te? Az, hogy a, 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 civileknél, hogy mennyire szigorúan büntetünk, meg itt hogyan mind büntetünk, igazándiból ez még mindig sehol nincsen, például Szingapurban ott ott halála büntetik, és ott nem húzódik el ez ügy, egy ügy mondjuk két vagy három évre, hát ott megvan, lebukott, tárgyalás, és három nap a csávó megy a lecsóba és felakasztják, hogy fölbelövik. Ki az, akit itt látsz? Tudod, mennyit keresek évente? Akkor sem hinnéd el, ha megmondanám neked. Tudod, mi lenne, ha hirtelen úgy döntök, abba hagyom a munkát? Egy üzletet, ami elég nagy ahhoz, hogy a részvénytősdén is jegyezzék? Akkor eltűnik... Az üzlet megszűnik létezni nélkülem, nem? Látom, hogy nem tudod, kivel beszélsz, felvilágosítalak. Én nem vagyok veszélyben. Én vagyok a veszély. Ha valaki ajtót nyit és lelövik, akkor én jutok eszedbe? Nem. Én vagyok az, aki kopogtat.